Óvodai környezeti nevelés Újbudán címmel rendeztek egésznapos szakmai konferenciát, ahol az önkormányzati fenntartású intézményekben zajló módszertant és eredményeit mutatták be az érintetteknek. A résztvevő óvodapedagógusokat, szakértőket és intézményvezetőket, Hoffmann Tamás polgármester, Simicskó István országgyűlési képviselő, valamint Beneda Attila helyettes államtitkár köszöntötte. Azt hiszem, hogy jól látható, hogy a kormány legfontosabb célkitűzése az, hogy a családok megerősödjenek, és a családon belül a gyermekek nevelése, környezete, élete boldogabb, teljesebb lehessen, ha úgy tetszik, a kívánt és tervezett gyermekek megszülethessenek. Ezzel hasonló fontosságú a fenntartható fejlődés, de nem az a fajta, amiről általában szó szokott esni, aminek elsősorban gazdasági vagy éppen környezeti alapja van, hanem legalább ilyen fontos, vagy talán még fontosabb a társadalom önfenntartó képességének a megőrzése. Jól tudjuk, hogy milyen történelmi és egyébként környezeti folyamatok is zajlanak a világban. Ehhez szükségesek azok az intézkedések, amik a családok megerősítésén keresztül a gyermekek biztonságát és életét hivatottak erősíteni, segíteni, támogatni. Simicskó István úgy látja, az oktató-nevelői munkának kiemelt feladata, hogy a jövő generációjának gondolkodásmódjába, amilyen korán csak lehet, beépüljön és természetessé váljon a környezettudatos szemléletmód. Vannak figyelmeztető jelzések, sőt, ezen túlmenve azt látjuk, hogy a NASA olyan fejlesztéseket folytat, amely alternatív életlehetőségét keresi a világban, sőt, azt is állították már részben, hogy a Föld jövője, tehát erre a kérdésre az volt a válasz, hogy egy másik Föld keresése. Nekünk viszont az a feladatunk és az a küldetésünk, hogy becsüljük meg és őrizzük meg a teremtett világunkat, a Földünket, és a gyermekeinket is ebben a szellemiségben neveljük, és ezt már az óvodáskorban jó elkezdeni, ezért fontos ez a konferencia, amelyen ma részt vettünk. Fontos, hogy az óvodapedagógusaink ennek szellemiségében ezt a szemléletmódot adják át, ezt az értékrendet adják át a gyermekeinknek, mert akkor talán az emberiségnek hosszabb távon jövője lehet még itt a Földön. Én bizakodó vagyok, bízom benne, hogy ha ezt a szemléletmódot tudjuk szerte a világban erősíteni, egyfajta fenntartható fejlődést, egyfajta környezettudatosságot, amellyel odafigyelünk az értékekre, odafigyelünk a Föld szépségeire, akkor sokáig meg tudjuk őrizni a Földet az emberiség számára. Hoffmann Tamás polgármester a kerületben megvalósult zöld programról mesélt. Mint mondta, az óvodákban 2000-ben kezdték el a környezeti nevelést, mára már minden újbudai intézmény zöld óvoda címmel büszkélkedhet. 2016-ban a pedagógiai módszertant a bölcsödékre is kiterjesztették. Ezekben az intézményekben a korosztályi sajátosságok figyelembevételével zajlik a környezeti nevelés. Ami nem csak kizárólag az óvodákban, egy-egy óvodában zajlik, az, hogy például a jeles napokra külön felkészülünk és külön megemlékezünk. Ugye ebben már be vannak vonva az idősebb korosztályok is, tehát az általános iskolások vagy középiskolások is. Következő kategória az az, hogy milyen energia felhasználással élünk, mi hogy működtetjük az intézményeinket ebben, hogy az energiatakarékosságnak szerepe legyen az a elsődleges feladatunk, hogy felújítsuk az intézményeinket, hogy kevesebb káros anyagot bocsássanak ki, vagy például, ugye, ami számunkra fontos és szintén kiegészítő tevékenység az, hogy például a városi környezetben az elektromos autózást segítsük minél inkább elterjedni, illetve a bicikli használatnak a lehetőségeit szélesítsük. A konferencián számos szakmai előadást hallgathattak meg a résztvevők. Többek között a zöld óvoda hálózatról, a kerületi óvodákban megvalósult környezeti nevelésről, az önkormányzat környezetvédelmi koncepciójáról, az óvodák közötti együttműködésről, a kisgyermeknevelési módszerek megújulásáról, valamint a környezet és egészségnevelési szakmai centrum tevékenységéről is. Az egésznapos szakmai konferencia szüneteiben az érdeklődők megtekinthették azt a fotókiállítást, amely az óvodákban zajló környezeti nevelést mutatta be.